Hivatalos árajánlatot tett a kormány a budapesti repülőtérre, miközben számos kiemelt beruházás leállításáról döntött. A megvalósítandó projektek közül több budapestit is kihúztak, így például a közúthálózat fejlesztését és a vasúti fejlesztéseket. Karácsony Gergely szerint a kormány ismét becsapta a fővárosiakat, és ki akarja kukázni Budapestet. A főpolgármester Facebook posztban fejtette ki álláspontját. Szerinte a kormány által okozott gazdasági károkat nem a fejlesztések leállításával kellene kezelni. Felhívta a figyelmet arra, hogy az uniós forrásból megvalósítható fejlesztések leállítása azt jelenti, hogy ha egyszer hozzá is jut az uniós pénzhez Magyarország, akkor sem lehet majd ezekre azt a pénzt felhasználni. Karácsony úgy véli, a jelenlegi vezetés képtelen arra, hogy megoldást találjon a budapesti közlekedés problémáira, illetve a kormány intézkedéseivel nem csak Budapestről, de a jövőről is lemond. Jó reggelt kívánok Szaniszló Sándornak, aki a 18. kerület polgármestere. Jó reggelt kívánok. Másrészt pedig ugye a fővárosi közgyűlés tagja. És nekem mindig az az érzésem, Karácsony Gergely, hogy is mondjam, a kormányzat terveihez való hozzáadott értéke kapcsán, ugye mint az atlétikai világbajnokság is, hogy ugye azt nem akarta, hogy mondjuk egy ilyen nemzetközileg eléggé frekventált rendezvényt mondjuk Budapest látványosan ne támogasson, ezért mondjuk azt, hogy ott volt. De ez egyfajta kreditadása a kormánynak, amely kormány ugye akár a Lánchíd ügyben, de más beruházások kapcsán is, a egészséges Budapest program kapcsán is, hát látványosan megvonta a pénzt, és megvonja a pénzt. A tegnapi döntés, a kormány közlönyben megjelent határozatai erre utalnak. Mégis akkor miért adunk kreditet a kormánynak a Budapest vezetés szempontjából? Talán a főpolgármester úrnak az a legnagyobb hibája, hogy nem debreceni városvezető, mert ott éppen párhuzamos fővárost építenek, és akkor talán így több forrás látna Karácsony Gergely is, meg mi is, hogyha ott lennénk közgyűlési tagok, de komolyra fordítva a szót, egyetlen egy egyességet sem sikerült kötni a kormánnyal, amelyet maradéktalanul betartottak volna 2019 óta. Gondoljunk csak az előbb említett atlétikai világbajnokságra. Itt 50 milliárd forint kompenzációt ígértek Budapestnek, amit a fővárosiak egészség megőrzésére lehetett volna fordítani. Kifizettek belőle 20 milliárdot, 30-at egyáltalán nem, és félve attól, hogy esetleg tüntetések lesznek majd az atlétikai világbajnokság idején, nagy kegyesen 1 milliárd 800 millió forintot odaadtak, de szó sincs róla, hogy a maradék 28 milliárd forintnak mi lesz a sorsa. Ha ezt a sort nézzük végig, sajnálatos módon beleillik a kormánynak a fővárost újabb nehéz helyzetbe hozó fejlesztések levágásáról szóló terve, hiszen itt több évtizedre hátrányba fogunk kerülni, és ezek közül néhány elem tényleg kifejezetten fájdalmas, azt kell mondanunk. És az sem segít rajta, hogy azt mondják, hogy nem eltörölték véglegesen, hanem csak megszüntették a kiemelt állami státuszát, ez azt jelenti, hogy nem lesz belőle semmi, mindenki pontosan tudja. Két hozadéka van az atlétikai VB sikerének. Egyrészt, hogy Németh Balázs neve felmerült főpolgármester jelölti pozícióban. Másrészt pedig az, hogy a miniszterelnök látványosan egy majd 36-40-ben rendezendő olimpia terve mellé állt. Hogy kell azt értelmezni, hogy azokat a beruházásokat, amelyek egy korszerű közlekedést eredményeznek Budapesten, hévfejlesztés, ugye a kerületeket összekötő vasútvonalak fejlesztése, ezek mind leállnak. Hogy lehet ezt a kettőt egyszerre akarni? Nyilvánvalóan ez üti az olimpiai álmokat, az csak propaganda fogás volt valószínűleg a miniszterelnök részéről is. Itt azt látjuk, hogy... De nem ilyen, tehát ő olimpiát akar rendezni. Nem fogja tudni megcsinálni. Hát ha nincs közúti közlekedés, nincs rendes út a Ferihegyi gyorsforgalmi útszakaszon például, ami összeköti a repteret Budapesttel. Hogyha nincsenek meg azok a... egyéb tömegközlekedési szempontok, ha nincs például Galvani híd, akkor ebből nem lesz semmi, mert egyszer nem lehet majd megvalósítani. El sem jutnak sem a versenyzők, sem a külföldiek majd a rendezvények színterére. De ami a legfontosabb ebből az egészből, pontosan látszik, hogy itt nem csak egy álmot adott fel a magyar kormány, hanem feladta a főváros és a központi Magyarország térségeinek a nagyon intenzív fejlesztésére való elképzelését, amit egyébként a szintén kormánypárti Vitézi Dávid egész részletesen leírt. Én magam kétszer találkoztam akkor még az államtitkár úrral a Ferihegyi gyorsforgalmi úttal kapcsolatban, illetve a 18. kerületet érintő vasútvonali fejlesztések kapcsán. Ott valóban konkrét tervek voltak, és úgy tűnik, hogy a tervezésre használt milliárdokkal együtt ez most lekukázásra kerül. Két kérdést egyszerre akarok feltenni, vagy szeretnék.
hogyha megengedi. Az egyik hogy a 18. kerület szempontjából az állam lesz a többségi tulajdonos a Budapest Airportban. Mert ugye erre irányulnak ezek a tárgyalások, hogy ez valamiféle változást jelente, akár az ott élők garanciái szempontjából, ugye az utóbbi években jelentős viták bontakoztak ki a környezeti terhelés miatt. Az egyik, a másik az, hogy mit lehet tenni egy olyan helyzetben, ahol nem csak hogy a megindult fejlesztések állnak meg, hanem a tervezés folyamata is leáll. Hát a tervezés folyamata is leáll, akkor 30-40 évig nyilván nem lesz semmi, hiszen ezeket a terveket sokszor 8-10 év megalapozott munkájával állítják elő, utána kapja meg a használatba vételi engedélyhez szükséges ugye állami engedélyt, az állami főépítést, és aztán tud a beruházás megkezdődni. De a legfontosabb a reptér ügye. Ugye egy teljesen ellentétes mozgást látunk. Hát a magyar kormány éppen 6 nappal ezelőtt még 4 milliárd eurót kért volna az Európai Bizottságtól, elutasították. Legutóbb 4,4 milliárdot ajánlottak a reptérét, és nyilván kevesebb ez az összeg most sem lehet, mert mitől hallgatnák meg őket. A nézők kedvéért mondom, hogy ez a 4,4 milliárd, ez ugye egy évvel ezelőtt merült fel, hogy ez euróban ennyi volt. Igen. Ugye ez az ajánlat, erről tárgyalt annó a kormány, de 22-ben le kellett állítani a nagy beruházásokat, és ez az ötlete a miniszterelnöknek, vagy szándéka is, elsöpört beruházásokkal együtt elment a süllyesztőbe, de ezek szerint egy év múlva most visszajön. Tehát egy olyan helyzetben, mint amiben most ugye a költségvetés van, ez eredményez-e az önök szempontjából változást bármilyen módon? Természetesen, hogy 2600 család dolgozik, 18. kerületi a reptérnek, vagy a reptér alvállalkozóinak. Természetesen az ő megélhetési biztonságukhoz hozzátartozik, hogy olyan társaságnak dolgozzanak, aki bizonyítottan tud repteret üzemeltetni. A magyar kormány egészen biztosan nem tud, és ha valamilyen formában néhány lépés után mondjuk Mészáros Lőrinchez fogják átjátszani magát a repteret, ez biztonságosabb nem lesz, de felmerül egy újabb szempont. Emlékezzünk vissza néhány évvel ezelőtt, mit tettek a mátrai erőművel. Privatizálták, sikerült 68 milliárd forintos kárt okozni benne, és visszaadták a magyar államnak úgy, hogy ez a neres csoportot senki nem számoltatta el azonnal. Honnan tudjuk, hogy nem egy óriási repteret tönkretevő, aztán állam által leszállandó lépéseket fogunk nézni, ami kockáztatja a reptéri biztonságot, kockáztatja az ott élő családok megélhetését, és nem beszélve arról, hogy a 18. kerület jelen pillanatban több mint 3 milliárd forint adót kap építmény és telekadók formájában a reptértől. Ha ez nem lesz, ez a város biztos, hogy nagyon súlyos gazdasági megélhetési problémák elé fog nézni a következő. Zárójel, a mátrai erőműből milliárdokat vettek ki. 68 ugye, milliárd forintot, ezt mutatták az utólagos számítás. Igen, és ugye az állam fel is tőkésítette ezt a céget, tehát, és úgy adta el újra, vásárolta vissza, bocsánat. Nem beszélünk róla eleget, igen. De az, hogy Magyarország ilyen nehéz helyzetben van, ez a korrupció a közpénzek eltulajdonítása miatt van. Megjegyzem, amikor nehezebben megy az ország szekere, akkor éppen a korrupciós pénzek hiánya a legszembetűnőbb, ezért kell a csokot is eltörölni, és éppen ezért mondjuk milyen mindig, mert ez fontos. Tehát egy Dobrev Klára féle szociáldemokrata kormány alatt ez nem történhetne meg, mert két lépés kellene azonnal megtenni, a neres pénzlopások megszüntetését, meg az unió számára ugye az euró bevezetését, mert az lenne a két alap arra, hogy a fejlődés tudna tovább menni. Hiszen, bocsánat, csak nézzük meg, hogy mit tesznek más nyugat-európai országok, spanyolok, németek, olaszok, azt kell nekünk is tenni, és akkor nem lenne ez a szerencsétlen helyzet, amiben most bukdácsolunk. Azt mondják a gazdasági szakértők, hogy egyébként, ha politikai váltás is lenne, olyannyira be van betonozva ez az érdekcsoport, hogy nagyon nehéz lenne ezeket a úgymond korrupciós pénzeket, ahogy ön fogalmazott, visszaszedni, szóval, hogy ennek azért elég nehéz a jogi megoldása, de hadd kérdezzem. Az nem jelenti azt, hogy nem kell megpróbálni. Hát Keller Lászlók mindig jöhetnek. Csak az a kérdés, hogy milyen hatékonysággal tudnak termelni, mert azért meg kell őt hallgatni, hogy mit sikerült elérni. Az Európai Ügyészség, és én gyanítom, hogy professzionálisabban végezni kell ezt a munkát, mint mondjuk egy gyors kérdés. Lelkes amatőr képviselő. Ugye az új Centrum Kórház Dél-Budán, hogy nincs lehajtó, kettő terveződött, de most ez sincsen, még a beruházás se indult meg.
Mi a terve az államnak vagy a fővárosnak? Ez egy méretes telekmutyi volt, úgy tűnik, az valósult meg belőle mindösszesen. Egy kormánypárti gazdag ember eladta 4,1 milliárd forintért azt a telket, ami nyilvánvalóan töredékét érte, hogy majd egyszer a centrumkórház meg fog valósulni. Nincs pénz, és úgy tűnik, hogy szándék sincs, hogy ezt megcsinálják. Pedig ez nem csak Budapestnek lenne érdeke, hanem a közép-magyarországi régió betegeinek is, akiknek nagy részét ott látnák el. Nagyon köszönöm, polgármester úr, hogy bejött. Biztos, hogy beszélünk a meg nem valósul budapesti beruházások hátteréről. Minden jót kívánok. Köszönöm én is.